Én, ha leállok, meghalok. Aki leáll, aki azt mondja, hogy nincs előre, és nincs célja, az tönkre megy. Nyílt titok, hogy 81 éves vagyok. Sokkal fiatalabb az egész jelenség. Gének. Na igen, de hogy, és ennek, hogyha valaki tudja, hogy az édesanyja 100 évig élt, és hogy jó génekkel van megáldva, az ad egyfajta magabiztosságot 81 évesen, hogy nekem még 20 éven simán lehet, vagy biztos lesz? Mostanában gyakran gondolok a halálra. Nem azért, mert készülök rá, nem. De hogy csak foglalkoztat a kérdést. Például éjjel felébredek arra, hogy rosszul vagyok. Mire megtalálnak, össze lehetne söpörni a hamvaimat. Félsz? Hát nem szabad félnem, mert akkor az megmérgezni a napjaimat. Nem félek. Arra gondolok, hogy önálló estre készülök. Azért nem félek. Nekem még dolgom van a világban. Hová tűnt mai vendége Fodor Zsóka, de szerintem ezt a címet a mai napra meg is változtathatjuk, mert a hová tűnt helyett a hol fog feltűnni Fodor Zsóka lehet valójában a kérdés. Hogy kerül ide a szomszéd tehene? De jó. A szomszéd tehene az az RTL-be került. Egész nyáron forgattuk. Egy nagyon-nagyon jó szerepet iratott be le nekem a Kalamár Tamás. Ő volt a Barátok közt. A Barátok közt, és nekem azt hiszem, amíg élek, jó barátom lesz, volt, és ő ugyanezt mondja a hátam mögött, ami nagy dolog, és megkérdezett engem, hogy te nézted az én munkáimat, mióta kiléptél a sorozatból? Mondtam, természete. Volt olyan szerep, amit te eljátszhattál volna, és nem te kaptad? Úgy átgondoltam, mondtam, nem. Na, és így nézegett a környét, azt mondja, igen, mert tudod, nem nagyon tudok munkanélkül, írattam neked egy szerepet. Nagyon jó, 2-3 nap, jaj, mondom, de jó, egész nyáron nincs munkám, 3 nap nyáron az pénz. Hetente. Oh. Nagyon tudja azért nagyon. A Tamás is, nem? Tehát ez, hogy mi a humorunk, találkozik a Tamással, és amikor úgy elmegyünk ebédelni vagy kávézni, nagyon jól szórakozunk. Na de várjunk egy picit, gyerekek. Akkor ezek szerint Fodor Zsóka Magdi anyus után visszatér az RTL képernyőjére egy napi sorozatban? Igen, ez minden nap megy január 1-től, 3 hónapig úgy tudom. Azt hiszem hétvégén nem, ugyanúgy, mint a Barátok közt. Jó, természetesen ilyet nem illik kérdezni, mert ezek szakmai titkok. Miért? A szomszéd tehene miről szól, ki a gyilkos? Van egy szó, amit én nem olyan régóta ismerek, spoilerozás. Az, igen. Mint a podcastot is pár hónapja ismertem meg, hogy van egy ilyen dolog. Nem spoilerozok, de miután mindenütt már promotálva, Jézus, mennyi ideges. Mennyi csodálatosak szó. Egyik szép magyar nyelv, ugye. Két családról szól, akiknek a fiú tagjai, a férjek, nagyon jó barátok voltak pici koruktól kezdve, a többit pedig promotálni fogják, én ajánlom neked. Jó. Te mit játszol benne? Állandóan takarítasz ott is, mint a Barátok között? Amikor a Barátok közt volt, és én felvettem az otthonkámat, előttem 29 Magdikát néztek meg, amíg engem megtaláltak, és valahányszor felvettem az otthonkámat, meg a kis kendőmet megkötöttem, és mindig mondta a Tamás, hogy jaj, maca, akit szeret, az maca. Úgy nézel ki, mint egy grófnő, mondom, te választottál, hát most már nyerd le a békát, így nézek ki. És erre azt mondta, hogy most egy olyan szerepet irattam, nem grófnőt játszol, de egy olyan tartásos, alapítványi elnöknőt, aki végül úgy viselkedik, ahogy te viselkedtél. Tehát akkor mit teljesen akarítod? Más, mint a Magdi. Abszolút, a frizurámtól kezdve, itt gazdag vagyok, művelt vagyok, nagyon jó helyzetekbe kerülök, itt is arról a Tamás írói gondoskodtak.
egy hallatlan szórakoztató vígjáték lett. Egyébként, igen, mondjam. Annyira szépen szólsz Kalamár Tamáson, mindenki gondját így viseli, így tálcán hordja az utóéletét is a szereplőinek, vagy köztetek alakult ki ilyen mély barátság? Is. A Tamás, akit szeret, ez a vonatkozik a stábjára, tehát a fodrász, a sminkes, a stylist, stb. Akikkel szeret és tud dolgozni, de azt hiszem, hogy ez az média minden szereplőjére vonatkozik, mert a rendezők is mindig sajnos a filmekben ugyanazokat hívják, nem is értem miért, akivel tudnak, szeretnek dolgozni, azt viszik magukkal a következő filmjükbe, vagy sorozatba. Tamás pedig különösen híres arról, hogy akivel szeret és tud dolgozni, azt viszi magával, és magáévá teszi a problémájukat, segít, úgyhogy én nagyon szeretem őt, mint kiderült. De játszol is folyamatosan, és ingázol Pécs, Budapest, és néha a Balaton között. Hát a Balatonra nyáron nem került sor, mert nem volt időm. Tudnélik, Pécsett egy premier volt múlt hónapban, az a címe, hogy Fergeteges komédia, avagy anyák és lányok. Na most ez 4 szereplős vígjáték, olyan nagy sikerű, mint 7 éve megy Örömlányok végnapjai című darab. Abszolút Teltházzal, és a Belvárosi Színházba is 3 éve megy. Úgyhogy közben már elkezdték Pécset próbálni, én meg forgattam. Most Vince János, aki a 3. színház igazgató főrendezője rendezte ezt a darabot, az a kevés haját tépve mondta, hogy mikor érsz rá, mikor jössz, közben nekem a szerződésem ugye a filmhez kötött, úgyhogy akkor főleg ingáztam, hogy legalább a rendelkező próbán ott legyek, és októberben ők már próbáltak, én meg október közepéig voltam szerződésben, úgyhogy hatalmas siker az Örömlányok, és hatalmas siker ez, amit bemutattunk. A premier előtt 1.5 hónapra az összes meghirdetett előadásra elkelt a jegy. Jó, ebből egyetlen egyet értek, nagyon nyilvánvalóan és nagyon világosan, hogy nem tudsz és nem is akarsz leállni. Én, ha leállok, meghalok. Aki leáll, aki azt mondja, hogy nincs előre, és nincs célja, az tönkre megy. Mert drága Bodrogi Gyula, akit én nagyon-nagyon szeretek, és elmondhatom, hogy 60 éve is velem együtt játszottunk, illetve én játszottam vele több darabban, József Attila színházban, azt mondta, Zsóka, menni kell, csinálni kell, nem leülni. Úgyhogy mondjuk van egy élettársa, aki nekem barátnőm, aki ott áll mellette. Na, mellettem nem áll senki. Én egyedül vagyok a világban, de én képtelen lennék a lábamat lógatva otthon ülni. Nem is értem azt, aki azt várja, hogy nyugdíjba menjen, és leüljön, és tévézzen, és olvasson. Én ezeket csinálom csak emellett. Azon kevesek egyike vagy, akit már úgy vettek föl a Színház és Filmművészeti ma egyetemre, hogy még érettségit se volt, mert olyan fiatal voltál, és már fölvettek. Nem fiatal voltam, hanem tehetséges. Tudnélik, én esti gimnáziumba jártam, mert elváltak a szüleim. És én apámnak lettem ítélve, az édesbátyám pedig anyámnak. Na most én ezért kellett, hogy esti gimnáziumba járjak, mert anyukám beteg volt 5 évig. És 56-ban a bátyám diszidált, és én gyári munkás lettem, mert rögtön mentem anyukámhoz. Ott hagytam apukámat. Ha lenne munkakönyv, nekem 14 éves koromtól lenne munkakönyvem, mert gyári munkás voltam, díjbeszedős, fejmosó, korvináruház elárusító, és csak énekes halott nem voltam. Én ennek köszönhetem, hogy a főiskolára, amikor elsőre nem vettek fel, mert akkor volt az a bizonyos híres Tordai Teri, Béres, Polonyi, stb. Híres osztály. Tehát nekem már megvolt az a típus, a Tordai Teri. Én szép lány voltam, de nem olyan szép, mint a Teri. Volt humorom, de nem annyira voltam egyéniség, mint a Halász Jutka. Tehát
engem egy évvel később vettek fel. Na most a 32 tagú zsűri egyöntetű szavazatával, mert sikerült egy olyan verset találni, ami hát ma már ki lehet mondani, hogy olyan semellesesegge leány voltam, és egy olyan verset találtam, ami az én koromnak megfelelt. Első évben én a Tóth Árpád Villigetbe című versével mentem, ami egy enervált költőnek a Villigetbe jártunk. Miket. Köszönjük, majd értesítjük című hazaküldtek, de a következő évben a 32 tagú zsűri egyöntetű szavazatával egy mondattal. Nagyon boldog vagyok, és hálás a Jóistennek, hogy nekem ilyen gyerekkorom volt, elég mostoha, mert én az elsőbe, amikor csak ilyen helyzetgyakorlatokat kellett csinálni, én tudtam, én a fejmosásból Igen, ezt akartam kérdezni, pont ezt, hogy mondjuk, amikor fejmosás volt, amikor igen. gyári munka volt, igen. akkor azért közben már lélekben, fejben készült arra, hogy Én 6 éves koromban Saláta Sára nevű mesedarab főszereplője voltam, 14 éves koromban pedig aranyérmet nyertem Nagy Budapest szabadon. Hát akkor versenyt. Tudatosan leste el mondjuk azt, hogy egy gyári munkás milyen, hogy egy fejmosóban miket pletykálnak. Én mindig lesek. De tudatosan? Nem. Nekem annyira mozgalmas az életem, hogy észrevettem, hogy az embereknek sokkal érdekesebb, az én önálló előadásaim alatt vettem észre, hogy sokkal jobban érdekli az embereket egy színész. Azért vannak ezek a podcastok, azért a Vitrai köpenyéből ugye bújtak elő, meg ezek az önálló estek, a drága Mensáros Laci kezdte a 20. századdal, ugye? Valaki mindig elkezd valamit, és azért, mert a mi életünk sokkal izgalmasabb, mint a megírt cselekmény. Én úgy gondolom. Uh-huh. Na most én miután nyílt titok, hogy 81 éves vagyok, elmúltam májusban, hogy annyi minden történt velem, és én hálás vagyok, az én mostoha gyerekkoromért. Én megköszönöm a Jóistennek, hogy nem a gimnáziumból vettek fel a főiskolára. Én a szakmát vidéken tanultam meg, nem a főiskolán. Én mindig figyeltem azokat, akik jobbak nálam. Ez vonatkozik az életem minden területére. Nem szégyen tanulni. Barta Mária volt Békés Csabán vezető színésznő, egy ilyen tartásos, olyan asszony volt, mint amit én játszom a Tehenekben. És én mindig ott álltam, és ájultan néztem. Udvaros Dorottya, édesanyja, a Dévai Kamilla volt, zseniális színésznő. Játszottam a Juliszt, a Blanchot játszottam. A vágyvillamosa. Köszönöm. Igen. A vágyvillamosába. Én akkor még divat volt, hogy aki nem volt színpadon, ott állt a portába és nézte. Uh-huh. Én ájultan néztem a Dévai Kamillát, akivel volt szerencsém játszani. Tehát a legfontosabb az, hogy az embernek célja legyen, figyelje. Én ha ülök a buszon, igaz, hogy én csak ezt látom, sajnos, aki nem ezt csinálja, az vak. De egyébként most, bocsánat, de mondjuk régebben meg mondjuk újságot olvastak a buszon, az nem ugyanaz, mint amikor mondjuk nem. valaki a telefonon... Nem, akkor mondja. Még beszélgettek is, uram, bocsá. Aha, mondjuk az én gyerekkoromban meg mindenki egy újságba volt belebújva, de akkor ekkora a különbség a között, hogy az emberek miben vannak belebújva? Én nem vagyok felháborodva. Én csak próbálok lépést tartani a rohanó világgal, azt szoktam mondani, hogy én egy technikai cunami vagyok, mert annyit tudok csak a telefonomból, amennyi feltétlenül az életemhez szükséges, de én nem érzem jól magam ebben a rohanó technikákkal teli világban, de alkalmazkodom, mert... Ezért is odáztad el a jogosítvány. 45 évig úgy tudom, hogy volt jogsid. Én 45 évig vezettem, igen, és mikor kiléptem a sorozatból, akkor azt mondtam, hogy akinek rám szüksége van, az küld autót, és hát például utaztam a 105-ös buszon, már régen nem voltam a sorozatban, reggel 7-kor, mert valahol nyugdíjas klubban a Vidám Színpad tagjaival léptem fel, és a Hősök terén volt a randevú. Tömve volt a 105-ös busz, és én furakodtam előre, megnyomtam a gombot, hogy leszállok a Hősök terén. Egyszer csak felharsant a sofőr hangja, hogy drága művésznő, köszönöm, hogy velünk tetszik utazni, további jó utat kívánok. Ja, és a lépcsőt tessék vigyázni.
ennél nagyobb érdem nincs. Visszanéztem az utasokra, ha ti láttatok mosolygó buszt, mindenki alig várta, hogy beérjen a munkahelyére. Ennél nagyobb dicséret, ennél nagyobb boldogság, és én ezt mind és mindig elmondom, és lenyilatkozom, hogy a Magdi anyusnak köszönhetem. Az életed nagy részében legendássá vált az édesanyádhoz fűződő viszonyod, hogy végig veled volt, végig kvázi együtt éltetek. Ez hogy alakult? Ez úgy alakult, hogy az édesapám megnősült. És én leváltam róla, amikor... Hány éves ekkor? 14 voltam, amikor 56 volt, ki lehet számolni, és a bátyám diszidált. Anyukám egyedül maradt betegen. Ekkor Zsóka 14 éve. Igen. Apám ígérte, hogy gimnáziumba beírat, ami nekem vágyam volt, miután színésztő akartam lenni. Én megköszöntem apámnak, hogy beiratott a Rózsa egyik Kálmán színiskolába, Sas Jóskával jártam együtt, azóta is, Isten nyugtassa, a könyvét úgy dedikálta, hogy a Rózsahegyi emlékére. Én fogtam magam, összeszedtem a kis motyomat, és elmentem az anyukámhoz. Én azért voltam kénytelen dolgozni, mert ő betegállományban volt. Na most akkor is még, amikor engem felvettek a főiskolára, emlékszem, hogy én voltam a legszegényebb az osztályban. És amikor a Szinetár Miklós, aki az osztályfőnököm volt, a legelső órán összehívta a felvett diákokat, mindenki mondott valamit az életéről. Mindnyájan gimnáziumból jöttek a főiskolára, és én elsírtam magam. És én szégyeltem, hogy nekem nincs érettségim, de nem hiányzott soha, és én profitáltam a főiskolán, meg az egész életemben abból, amilyen szeretetlen, mert ugye a bátyám az kamasz volt, nem jött megnézni engem. Édesapám ugye szerelmes volt, azért vált el 24 év után anyukámtól. Azzal foglalkozott, anyukám beteg volt. Én mindent megtanultam az életről, hogy soha senkire nem számíthatok. Két férjem volt, mind a két férjem, hát nem számíthattam egyikre sem, nagyon kedvesek, aranyosak voltak, Isten nyugtassa, mind a kettő meghalt, miután elváltunk barátságban, halálukig jóba voltam mind a kettővel, de talpra esettségem, ha van, annak köszönhetem, hogy nem vattába nevelkedtem, és én boldog vagyok, hogy így van, mert nem szorulok senkire, mert nem szorulhatok, mert rájöttem, hogy az emberek egy kezembe meg tudom számolni, hogy ki az, aki nem a Magdi anyust, vagy nem a híres embert, hanem a Fodor Zsókát szereti. 14 éves korodtól kezdve végig te gondoskodtál az édesanyádról? Igen. Igen, és azért is vagyok hálás a sorozatnak, mert anyámnak egy 100 évig élt, többször lenyilatkoztam. Csodálatos élete volt. Mert én a sorozat miatt, a pénzem miatt, amit abba kaptam, anyám egy évben háromszor ment nyaralni. Nem az volt a probléma, ha kereszt vált a szél a hasába, hogy orvoshoz, hanem melyik orvoshoz vigyem. Úgyhogy én mellettem az édesanyámnak csodálatos élete volt, attól kezdve, hogy ő egy színházi mama volt. Egy igazi színházi mama. Azt mondta, hogy ha az én lányomnál lenne szebb, jobb, tehetségesebb színésztő, én megmondanám. Vagy azt mondja, hogy én nem kényeztetem a lányomat. Eszi, nem eszi, főzök másikat. 90 éves korában is átment a Piroson. Mondtam, anyuka, kérlek szépen, ne menjél át a Piroson. Előtt van, hallgass, te ezt nem értesz. A zöldön mindenki át tud benni, de a pirosnak bukéja van. Ebben igaza van, de ez csodálatos egyébként, hogy ilyen sokáig lehettek együtt az édesanyjával, de azért közben bennem valahogy az kérdésként fölmerül, hogy időnként nem volt ez már kicsit nyomasztó, de. Vagy terhes? De. Ez a nagyon szoros kapcsolat, de ilyen sokáig? Én nekem van egy olyan érzésem, hogy a két házasságom arra ment rá, hogy az anyukám ki akart sajátítani. Én azt, mind a két férjem nálunk lakott. Tehát mi együtt laktunk az anyukámmal. Hogy nem váltam el haraggal, annak volt köszönhető szerintem, hogy miután elváltunk,
mind a két férjemmel a válóper után beültünk sörözni. Megbeszéltük, hogy miért. Uh-huh. És mind megmondtam, hogy te is éled a magad életét. Nem jön össze. Anyu nagyon jó anya volt, de nagyon önző. Amit én elfogadtam. 50 évig éltünk ketten. Úgyhogy, de. Ugye nagyon fiatalon a bátyád diszidált. Igen, Venezuelába. Venezuelába. És ahogy készültem erre a beszélgetésre, olvastam valahol egy fél mondatot, hogy mintha nyilatkoztad volna, hogy valójában ami egy kicsit rosszul esett, hogy 50 évet éltél az édesanyáddal, igen, gondoskodtál róla, átkísérted a piroson meg a zöldön, hogy végül is haláláig tartotta magát ahhoz, hogy a fiát szereti jobban. Hát igen, van egy olyan érzésem, hogy minden családban, ahol több gyerek van titokban, vagy nem titokban, de általában titokban, van egy kedvesebb gyerek. Én megértem az anyut, hogy 5-ször ment ki Venezuelába. Utoljára 88 évesen nyelvtudás nélkül egyedül ment ki 5-5-ször. Úgyhogy még van egy pár jó évem, mindig arra gondolok, hogyha az anyu 88 évesen repülőre ült nyelvtudás nélkül, amit sajnos én is elmondhatok magamról, ami nagyon sokba kerül, mert én imádok utazni, és mindig valakikhez csapódnom kell, vagy baráti társasághoz, vagy csoporthoz. De anyu rendkívül, ahogy ezekből az idézetekből kiviláglik, rendkívül talpra esett, üzleti érzékkel megáldott asszony volt. Én ugye tudva levő, hogy főleg vidéken, Kecskeméten kezdtem a pályámat, Békés Csabára többször visszamentem. Főszerepeket játszottam azért, mert a Fekete Péter volt a Békés megyei Jókai Színház igazgatója. Nagyon szeretett engem, és minden évben megkérdezte, hogy mit akarok játszani. Hát ezzel nem sok színésznő dicsekedhet, de mindig megkérdezte, be is jött neki, mert mindig telt ház volt. Mikor ő elment, akkor észrevettem, hogy kihűlt a levegő körülöttem, mert akik 10-15 éve ott vannak, hát nem igen tetszett nekik, hogy a média rólam szólt. És a Fekete Péter az üzletember is volt. Tehát tudta, hogy húzónév vagyok. De hogyha már itt vagyunk, akkor a 88 évnél, meg hogy ugye 81 éves, ami egyébként egyrészt hihetetlen, mert energiájában, meg hát kinézetében is azért szerintem simán sokat le lehet tagadni. Tehát, hogy tényleg engem... Tudok róla. Na, jó, tök jó, mert nyilván én meg tudtam róla, hogy 81 az a 81, de most, ahogy itt az elején kimondta, azért egy kicsit mellbevágott, mert egyszerűen sokkal fiatalabb az egész jelenség. Gének. Na igen, de hogy, és ennek, hogyha valaki tudja, hogy az édesanyja 100 évig élt, és hogy jó génekkel van megáldva, az ad egyfajta magabiztosságot 81 évesen, hogy nekem még 20 éven simán lehet, vagy biztos lesz? Mostanában gyakran gondolok a halálra. Nem azért, mert készülök rá, de hogy csak foglalkoztat a kérdés, hogy elmennek pályatársaim, és mind nálam fiatalabb. Ilyenkor óhatatlanul is eszembe jut, miután egyedül élek, hogy én például éjjel felébredek arra, hogy rosszul vagyok. Pécset van olyan baráti köröm, hogy tudok telefonálni, közelben van olyan barátom, aki jön Pesten például, én nem tudnék kinek szólni. Tehát emiatt néha elkeseredek, hogy egyedül élek. Nagyon kérdezik sokszor, hogy hogy bírod? Hogy bírod, hogy Pécsbe? És ebbe menekülök, hogy mindig elfoglalom magam, hogy ne gondoljak arra, hogy bármikor, miután egyedül élek, nincs segítségem, mert nincs. Nincs is szükséged rá. Azért nincs szükséged rá szerintem, amit elmondtál idáig. Abban szocializálódtál, hogy egyedül vagy, neked kell megoldanod gyerekként, mert 14 évesen nevezzük gyereknek. Igen. Felelősséget kell vállalnia. Utána 14 éves korától
évtizedeken keresztül gondoskodni az édesanyáról. Ez ad egyfajta megközelítés módot. Ha lenne valaki melletted, akkor se tudnál támaszkodni, hisz azt nem tanultad meg. Te azt tanultad meg, hogy neked támaszkodnak. Laci drága, de ha lenne valaki mellettem, az tudna telefonálni a mentőknek. Ha én elesték a fürdőszobába, beverem a fejem, mire megtalálnak, össze lehetne söpörni a hamvaimat. Nem tudják, hogy Pécset vagyok, a Balaton, ha nyáron van, Balatonon vagyok, vagy Pesten. Egyszerűen senkinek nem hiányoznék. Egy idő után a sajtó bizony nagyon jól megélne belőle. Egyszer egy beszélgetés alkalmával mondtam valakinek, hogy az én temetésemen rengetegen lesznek. Miért? Azért, mert ott színészeket lehet látni. Gyere, icukám! Biztos az a színész is ott lesz. Gyere, nem én miattam. Az a 10-12 vagy 20 ember, aki én miattam jön, és én föntről, ahogy anyukám mondta, nagyon jót fogok mosolyogni ezen. Félsz? Hát nem szabad félnem, mert akkor az megmérgezdi a napjaimat. Nem félek. Arra gondolok, hogy önálló estre készülök. Azért nem félek. Nekem még dolgom van a világban. És teltházakkal megy a fergeteges komédia. Már decemberre nincs, egy januárra állnak sorba. Ezt megosztod valakivel, valakikkel? Van nekem Pécsett egy barátom, úgy hívják, hogy Dévényi Ildikó, egy nagyon jeles színésznője Pécsnek, és ő az, aki a lányomat játssza a darabba, mert kiderült, hogy az anyukája akkor született, amikor én. És azon kívül van egy barátom, akivel Szicíliába megyek most, igen, 5 napra, mert annyi szabadságom van, csak aki nagyon jól beszél a Klári olaszul. Van 2-3 ember Pécsett. Pesten nem tudok kihez fordulni, mert mindenki messzebb lakik. Én a házban egyetlen egy embert, Benkő Lacikával 9 éves kora óta, hát Isten juttassa, jó barátok voltunk. Na, a feleségét ismerem, meg van valaki, akinél van a kulcsom a 4. emeleten. De én Pesten például senkihez nem tudnék fordulni. Azért mondom, hogy megijedtem attól, hogyha rosszul vagyok, akkor legyen annyi erő, hogy a telefonhoz el. Na jó, dileljünk le, jó? Jó. Ennek alapján megadom a számomat, hogyha befejeztük ezt a beszélgetést. Eljössz, hogyha rosszul vagyok. És hogyha bármi problémád van, megcsörget. De ne csak akkor menjél, amikor rosszul van. Pontosan. Akkor is menjél, amikor jól van. Lehetünk a teltházra. Lépésről lépésre. De Zsóka, van egy nagyon erős... Nézzél meg engem színpadon, jó? Legyen így. Mert nem láttam. Deal. Február 4-én a Belvárosi Színházban délután és este is előadás van. Megyek nem meg. Fogod megbánni. Még remegő kis riporterkoromban megkérdeztem, hogy hova mész nyaralni. Már híresen nagy utazó voltál, dübörgött a barátok közt. Egy év múlva ilyen Beatles-lászerű örjöngés fogott körbe benneteket. Tehát több ezer ember között próbáltunk a kis mikrofonunkkal és a kameránkkal átvergődni hozzád. És megkérdezvén, hogy hova mész nyaralni, azt mondtad, ha Magdi anyust kérdezed. Ő egész nyáron uborkákat tesz majd el, kovászost, én pedig Jaltára a buszos úttal. Azért ehhez is kell egy vagányság. Egy vagány anyuka árnyékában, ott volt egy vagány Zsóka, aki innen Lajtáig elbuszozott. Te keresed az ilyen kuriózumokat? Én Zanzibárba is elmentem, meg Venezuelába 2-szer kimentem a bátyámhoz. Én fél Európát beutaztam. Egyik oka volt, hogy kiléptem a sorozatból, mert... félreértés ne legyen, szabad akartam lenni, vagyis úgy akartam élni, hogy színpadi színésztő vagyok. Én nem Magdi Anyus vagyok, én színpadi színésztő vagyok, amit sikerült, és a Csárdás királynő Ceciliáját, az öreg hölgy látogatásába, Zahanassiant eljátszanom. Akkor végülis jó döntés volt ott hagyni nagyon Magdi Anyust és a barátok köztől? Macskajáték Gizáját, szóval én csupa főszerepet. Akkor azért nagyon sokan ezen meglepődtek és megdöbbentek. Tényleg nem az... is hitték el, nem hogy is, én valóban. El. Tehát amíg én nem borult azon a lépcsőn, addig szerintem nem hitték. 4-szer ültem le a Tamással, aki nem akart kiengedni. 4-szer ültünk le beszélgetni, és azt mondtam, Tamás, ha adsz nekem éveket visszafelé, hogy akkor maradok. De mikor költöm el azt a pénzt, akkor halt meg 2 év az édesanyám. Nekem lakásom van, amit el akarok adni, el akarok költözni. Én színpadi színésztő vagyok.
és aztán kiengedett, és azt mondta, hogy nagyon becsül engem, ezért nem haragudott meg rám. Azt mondta, hogy a csúcson kell abba hagyni. Elegánsan léptem ki. És erre milyen kevesen képes? Nagyon. Elengedés. Én színésznő vagyok. Én nem vagyok celeb, utálom ezt a szót, nincs mögötte teljesítmény. Én színésznőnek vallom magam, amit én több száz előadáson, mióta kiléptem a sorozatból, be is bizonyítottam. Dinamikával, mosollyal, tervel, rohangálással föl alá, és ahogy látom, egészséggel is, mert ezt egyébként nem lehetne bírni, hogyha... Tehát jó karban vagy? Magamat kell, hogy karban tartsam, mert nincs senki, aki figyelmeztet, hogy menjek el szűrésre. Pécset is van egy orvosnő, és van egy barátnőm, egy belgyógyásznő Pesten, aki feljön a lakásra vért venni, ha éppen kell, és rám kérdez, és elküld, és vigyáz rám. De én miután egész életemben magamra vigyáztam, hatványozottan figyelek dolgokra, és én fél évenként kivizsgáltatom magam, mert máskülönben nem élem túl magam, úgyhogy... Fel vagy te vértezve. Kívül és belül, a ruha alatt is. Mert ha nem is készülsz rá, de felkészülsz rá. Természetesen mindenkinek fel kell készülnie. A gyönyörű alsó neműre gondolok, mert ja, Fodor Zsóka arról ja, üres. De igen. Igen. Hát majd ő elmondja. Ja, mert csodálkozom, hát hogy mit tudsz te a Zsóka alsó neműjéről, és miért? Az összes olvasó. Azért veszek szép fehér neműt, hogyha rosszul leszek az utcán, csettintsenek a mentősök, hogy ez igen. Magdi Anyus, milyen jó. A művésznő kombinéje. Bizony. Hát azért csak nem fogok egy rossz alsó diba, vagy egy melltartóba. Teljesen jogos. Hát tök jogos. Kell készülni mindenre, nem? Ami visszatérve a kérdésedre, én fölkészülök. Összeesek az utcán, jönnek a mentősök, azt mondják, hogy milyen jól néz ki a fehér neműje. Milyen kis tiszta, helyes. Vidd a pali. Imádom. Télapós alsógatja. Most én is rögtön végigfuttattam, hogy rajta milyen alsógatja van. De hogy... Igen. Oda kell figyelni. Most csak még így a vége felé egy kérdés. Mivel más úgy sem nézi meg a fején, de mivel mentősökre várunk. Szóval így a vége felé csak ugye közeleg a nyakunkon a karácsony, és volt egy fél mondat a kint még mielőtt jöttünk be, hogy nem szereti a karácsony? Nem. Miért nem? Ezt felhívott egy csatorna, akartak velem egy riportot készíteni, hogy miért nem szeretem a karácsonyt. Először is pejoratív anyagot én nem adok. Kettő, én egyedül élek. Na most én nagyon sok meghívásom lenne családokhoz természetesen, mert nagy a baráti köröm, valóban. De én nem megyek családba idegen testként. Azt szoktam mondani, hogy ugye ott ül a család. Ilyen apuka, anyuka, nagynéni gyerekek. Na most tele van az étel, ital, roskadozik az asztal. Most az apuka nagyon jól érzi magát, de nem engedi meg a nadrág szíját, hogy elengedjen egy galambocskát, mert ott ül a Fodor Zsóka. Én ezt nem hozom ilyen helyzetben, az egy is meg se. De a Dévényi Ildikó barátnőmnél fogok szentest nézni, és valószínűleg nagyon jókat fogunk enni, inni, jókat nevetünk, úgyhogy nekem ez így. Minden évben figyelmeztet a szilveszter meg a karácsony, hogy egy évvel idősebb vagyok. Nem örülök. Jól van, drága művésznő, továbbra is ezt a szeretetteljes, lendületes dinamikát kívánjuk. Februárban elmegyünk megnézni. Én előre is köszönöm. Természetesen. Nem bánjátok meg. Nem fogjuk. És... meg hát a szomszéd tehenét. Igen, a szomszéd tehenét, igen. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.